Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kapszunk bele, jó? Köszi! Nagyon örülök, hogy itt vagytok! Jézus nagyon szeret benneteket, és Jézusnak csodálatos terve van veletek. Kicsoda Jézus Krisztus címmel elkezdünk most egy előadás sorozatot. Tavasszal volt az első kör önismeret témakörben. Elkészült annak a 9 előadásnak a CD-n való összegyűjtött kiadványa. Jövői csütörtöktől vihettek majd belőle, most még itt az nincsen. Tavasszal úgy gondoltam, hogy a csütörtök esti előadások mint nyitott alkalmak egy könnyített lépcsőt, egy akadálymentesített pályát fognak jelenteni azok számára, akik távolabb vannak az egyháztól. És ezért akartam kezdeni az önismerettel, ami ma egy népszerű pszichológiai téma is. Én jól is éreztem magam azon a 9 előadáson, pláne mert én mondtam el. És úgy érzem, hogy valóban azt kellett elmondanom akkor. Most viszont egy magasabb sebességi fokozatba kapcsolunk, mert azt éreztem a szívemben helyesnek, hogy Jézus Krisztusról beszéljen. Nem tudom, hány csütörtök este lesz ez, egymást követően, de ma és előre láthatólag addig, amíg nem érzem a szívemben a más témára való sürgetést, addig azt szeretném elmondani, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Miért ez a váltás? Hiszen, ha szeretnénk az embereket megszólítani, akkor lehet, hogy kicsit finomabban, burkoltabban, rejtettem kéne kezdeni, könnyebben emészhetően. Ez igaz is, nem akarom most különösebben ezt az egészet magyarázni, így éreztem most jónak, hogy Jézus Krisztus legyen a középpontban ezekon a csütörtök esti nyitott alkalmakon. Nyíltan és közvetlenül, amennyire csak lehet. Honnan tudunk Jézus Krisztusról? A leghitelesebb, legbiztosabb módon a Bibliából. Azon belül is az evangéliumokból. 4 evangélium van, Máté, Márk, Lukács és János szerint. Ők írták le
azt, amit Jézustól vagy hallottak, vagy maguk láttak. A hagyomány szerint időrendi sorrendben Márk evangélium a kelet között a leghamarabb. Mivel én nem vagyok biblikus professzor, így szinte teljesen mellőzöm azokat a kérdéseket, amik engem nem foglalkoztatnak, hogy hanyadik évben kelet között, hányan írták, milyen átdolgozásokkal. Bár én ezt tanultam és vizsgáztam belőle, de jelen pillanatban ez konkrétan nem foglalkoztat. Az foglalkoztat engem, hogy Jézus Krisztus megszólalhasson ma este itt köztünk, ő maga személyesen, és ennek legegyszerűbb módja számomra most az, hogy a négy evangélium közül a legrövidebbet, Márk evangéliumát elkezdem felolvasni, no nem végig, mert az 1 óra 34 percig tartana körülbelül, hanem csak az első fejezetet. Felolvasom szép lassan az első fejezetet. Kérlek benneteket, hogy figyeljetek. Ha van nálatok Biblia, nézhetitek. Becsukhatjátok a szamatokat. Hallgassátok figyelemmel. Jézus Krisztus, Isten fia evangéliumának kezdete. Amint megvan írva Izajás prófétánál, íme elküldöm küldöttemet színed előtt, aki elkészíti utadat. A pusztában kiáltónak szava, készítsétek az Úr útját. Tegyétek egyenessé ösvényeit. János megjelent a pusztában. Keresztelt, és hirdette a bűnbánat keresztségét a bűnök bocsánatára. Kiment hozzá Júdea egész vidéke és a jeruzsálemiek mindnyájan. Megkeresztelte őket a Jordán folyóban, miután megvallották bűneiket. János öltözete teveszőrből volt, és bőr öv a csípője körül. Sáskákat és vadmézet evett. Így prédikált. Utánam jön, aki erősebb nálam, akinek nem vagyok méltó leborulva megoldani a sarulya szíját. Én vízzel kereszteltelek titeket, ő pedig Szentlélekkel fog benneteket megkeresztelni. Történt azokban a napokban, hogy eljött Jézus a galileai Názáretből, és János megkeresztelte őt a Jordánban. Amint feljött a vízből, látta, hogy megnyílnak az egek, és a lelket, mint galambot leszállni rá. Az égből szózat hangzott. Te vagy az én szeretett fiam, benned kedvem telik. Ezután a lélek azonnal elragadta őt a pusztában. A pusztában volt 40 napig. A sátán kísértette. A vadállatokkal volt, és az angyalok szolgáltak neki.
Miután János átadatott, Jézus Galileába ment, hogy hirdesse Isten evangéliumát. Azt mondta, betelt az idő, és elközelgett az Isten országa. Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban. Amikor a galileai tenger mellett elment, meglátta Simont és testvérét Andrást, amint hálót vetettek a tengerbe, mert halászok voltak. Jézus azt mondta nekik, jöjjetek utánam, és én emberek halászaivá teszlek titeket. Ők azonnal elhagyták hálóikat, és követték őt. Kissé tovább menve meglátta Jakabot, Zebedeus fiát, és testvérét Jánost, amint ők is a hálóikat javították a hajóban, és azonnal hívta őket. Azok pedig elhagyva apjukat, Zebedeust, a béresekkel együtt a hajóban, követték őt. Bementek Kafarnaumba. Szombaton mindjárt bement a zsinagógába, és tanított. Álmélkodtak a tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudó. Volt a zsinagógájukban egy ember a tisztátalan lélek hatalmában. Ez így kiáltott föl. Mi közünk hozzád, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elveszíts minket? Tudom, ki vagy, az Isten szentje. Jézus megparancsolta neki, némulj el, és menj ki belőle. A tisztátalan lélek erre össze-vissza rángatta őt, majd hangosan kiáltva kiment belőle. Erre mindnyájan elcsodálkoztak, és azt kérdezték egymástól, mi ez? Új tanítás, hatalommal. Még a tisztátalan lelkeknek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki. Egyszerre elterjedt a híre Galilea egész vidékén. Ezután mindjárt kiment a zsinagógából, és elmentek Simon és András házába, Jakabbal és Jánossal együtt. Simon anyósa lázasan feküdt. Mindjárt szóltak is Jézusnak miatta. Oda ment hozzá, és felsegítette a kezénél fogva. Erre rögtön elhagyta a láz, és felszolgált neki. Amikor beesteledett, és a nap lement, oda vitték hozzá az összes beteget és a megszállottakat. Az egész város oda gyűlt az ajtóhoz. Meggyógyított sok különféle bajokban zsinlődő beteget, és sok ördögöt űzött ki, de nem hagyta őket szóhoz jutni, mert azok ismerték őt. Másnap korán hajnalban fölkelt. Kiment és elment egy elhagyatott helyre, hogy ott imádkozzék. Simon és akik vele voltak, utána mentek. Amikor megtalálták, azt mondták neki, mindenki téged keres. Azt felelte, menjünk máshova. A szomszédos helységekbe,
hogy ott is hirdessem az igét, mert azért jöttem. És bejárta egész Galileát, tanított a zsinagógáikban, és ördögöket űzött. Akkor odajött hozzá egy leprás, és térdre esve így kérlelte: ha akarod, meg tudsz tisztítani engem. Jézus megkönnyörült rajta. Kinyújtotta kezét, megérintette, és azt mondta neki: akarom, tisztulj meg. Amikor ezt kimondta, azonnal eltűnt róla a lepra, és megtisztult. Erélyesen ráparancsolt, és azonnal elküldte őt e szavakkal: vigyázz, senkinek se szólj erről, hanem eredj, mutasd meg magadat a papnak, és ajánld föl tisztulásodért, amit Mózes rendelt, bizonyságul neki. De az, mielőtt elment, híresztelni kezdte a dolgot. Úgyhogy Jézus már nem mehetett nyilvánosan a városba, hanem kint a puszta helyeken tartózkodott, és hozzá gyülekeztek mindenfelől. Ámen. Kicsoda Jézus Krisztus. Az első cím ma az, hogy Jézus Krisztus egy nagy fölkiáltója. Jézus Krisztus egy nagy fölkiáltójel. Ez az első válaszom a saját kérdésemre, hogy kicsoda Jézus Krisztus. A fölkiáltó jelet nyelvtanban akkor használjuk, ha kiáltunk, kiáltás, óhajtás, parancs, felszólítás, tiltás, előírás, és még ki tudja hány helyzetben akarjuk alkalmazni. Nézzük ebből a fejezetből azt, hogy igaz-e ez, amit mondtam Jézus Krisztusra. Jézus Krisztusnak volt egy előfutára, ezzel indul az első fejezetnek az első versei, akit úgy hívtak, hogy János. Ez a Jánoshoz kivonult egész Jeruzsálem és más vidékok lakói a pusztába, hogy hallgassák őt. János nagyhatású próféta volt, a bűnbánat köröstségét hirdette a bűnök bocsánatára, és ő volt a pusztában kiáltónak szava. Nem ő volt a pusztában a kiáltó,
Ő a pusztában kiáltónak volt a szava. Tehát ide van írva, hogy Isten szól, ő a pusztában kiáltó. Milyen egy kiáltás? Hát nem ilyen, mint ahogy most beszélök. Milyen egy kiáltás? Hangos, hatásos, figyelemfelkeltő. Ha pusztában hangzik el, akkor még visszahangozhat is. Érzelmeket fejez ki. Nem szoktunk állandóan kiáltani. Lehet, hogy félelmünkbe kiáltunk. Lehet, hogy örömünkbe kiáltunk. A kiáltás az egy különleges dolog. Isten a pusztában kiáltó. És mit kiáltott? Készítsétek az Úr útját! Tegyétek egyenessé ösvényeit! Készítsétek az Úr útját! Tegyétek egyenessé ösvényeit! Na ez egy kiáltás! Ilyen egy kiáltás! És ez a János azt mondja, hogy aki ő utána jön, az erősebb ő nála. Tehát János nem önmagát hirdette, hanem valakit, aki ő utána jön. Ha ez a János ilyen hangosan tudott kiáltani, akkor milyen hangosan fog kiáltani az, aki maga a pusztában kiált? Azt mondja János, hogy én csak vízzel karasztaltalak benneteket. De aki utánam jön, Szentlélekkel fog karasztalni. Nem mondja meg még János azt se, hogy hogy hívják azt, aki jön, csak azt, hogy nagyobb, mint ő, és hogy titokzatos Szentlélekkel fog karasztalni. És ekkor jön Jézus a galileai Názáretből. Sok Jézus élt abban a korban. Ez egy férfi név volt. A Bibliában én eddig három Jézus találtam. Az egyik a galileai Názáretből való Jézus, a másik az Ószövetségben Jézus sirályfia, a harmadik pedig Pál egyik levelének a végén van, talán az első korintusi levél végén, de ez nem biztos. Valahol beszél arról, hogy köszönt benneteket Jézus, akit Justusnak is hívnak, amikor az üdvözléseket mondja Pál. Én ezt a három Jézust találtam. És ezek közül a Bibliából a galileai Názáretből való Jézus elment a Jordánba, a folyóba belement, ahol bent állt János, és ő is megkarasztalkodott. És amikor följött a vízből, az égből egy szózat hangzott. Te vagy az én szeretett fiam, benned kedvem telik. Nincs ide írva az, hogy ezt mindenki hallotta volna. Ilyenkor, ha ez a kérdésünk, hogy ezt vajon mindenki hallotta-e, ideért nincs írva,
Ilyenkor, ha ez a kérdésünk, és nem tudjuk rá a választ, akkor elővehetjük a másik evangéliumot, amit Máté írt, vagy amit Lukács írt, vagy amit János írt, és elkezdhetjük bogarászni, hogy hát, ha ott választ kapunk erre a kérdésre. Most én nem válaszolok erre. Mi történik ezután? Egy ilyen kifejezést használ, ezután a lélek elragadta őt a pusztába. Erőteljes, igen. Elragadta őt a pusztába. Elragad egy személyt a pusztába. Elragadja. Kiragadja a többiek közül, pedig már most is a pusztában vannak, és elviszi külön egy helyre, ahol csak egyedül van. Nagybetűs lélek végzi ezt, tehát egy személy. És a pusztában van 40 napig, ahol a sátán kísérti. Itt a Márk evangéliumában nincs elmondva hosszabban, hogy milyen volt ez a kísértés. Ehhez el kéne olvasni Mátét és Lukácsot is. A vadállatokkal volt, és az angyalok szolgáltak neki. 40 napig volt Jézus a pusztában, és itt folytatódik a történet, miután János átadatott. Nagyon röviden van jelölve egy különleges esemény, amikor Jánost elfogták, és Heródes börtönbe zárattak, de ez itt nincs leírva, úgyhogy most erről nem is beszélünk. És amikor ez az esemény megtörténik, ezzel összefüggésben Jézus Galileába megy, hogy hirdesse Isten evangéliumát. Itt az első különleges kifejezés, amit Jézus hirdet, az az Isten evangélium. Ezt olvassuk a 14. versben. De az első versben már ott volt, hogy Jézus Krisztus Isten fia evangéliumának kezdete. Tehát most, néhány másodperces olvasás után azt mondja Márk evangélista, hogy ez a Jézus, aki a galileai Názáretből való, ő maga az is. Maga az Isten fia. Olyan dolgot mondott itt ki Márk, a leges legelején, amit, hogyha abban a korban hallott egy zsidó ember, vagy egy pogány ember, rögtön felkapta a fejét. De azt hiszem, erre ma is felkapnánk a fejünket, ha ilyesmit hallanánk, hogy elkezdte hirdetni az igét Szekszárdon Cseh Péter Mihály, aki az Isten. Eléggé magatőlön, nem? Van, aki nevetne rajta. Görögök, pogányok nevettek rajta. A zsidók pedig magot ránkoztak rajta. És már a kezükben volt a kő, hogy rádobják. Nem kis picike kövek, amiket a szerelmesek dobnak a tóba este, hanem jó nagyok, amivel be lehet törni ebbe a fejét. Tehát amikor itt azt mondja ki már, hogy ez a Jézus maga az Isten fia, és ő hirdeti Istennek az evangéliumát, akkor már igazából szinte mindent elmondott erről a Jézusról, de most jöhet az a kérdés, hogy akkor kicsoda ez a Jézus? Hát egy nagy fölkiáltó jel, hogy ez a Jézus Isten. Pirossal, Isten utána fölkiáltó jel. Hát itt akkor álljunk meg egy kicsit, hiszen abban a korban, és ma is,
sok Istenről beszélnek az emberek. Vagy megnevezik, vagy utalnak rá, vagy sugallják, vagy se nem utalnak rá, se nem sugallják, de annak szellemében élnek, amilyen Istenük van. Mit jelent ez a szó, hogy Isten? Most hosszan ebbe a kérdésbe nem akarok belemenni. Hallottam nemrég egy definíciót, ami egy magyarázat a sok közül, mert az egyetlen. Így hangzik. Az a te Istened, amiről a legszenvedélyesebben beszélsz. Meg engeditek ezt a definíciót ma estére, egy fölkiáltójeles estén, most egy szelíd kérdés. Meg engeditek ma estére ezt a definíciót? Jó. Tehát, idejük Isten mellé képkel, szelíd színnel, hogy az a te Istened, kisbetűvel vagy nagybetűvel ide meg van mondani? Kicsivel? Nagybetűvel. Jó, nagybetűvel ide. Az a te Istened, akiről a legszenvedélyesebben beszélsz. Kicsit bénadott a vége a szónak. Szóval, az a te Istened, akiről a legszenvedélyesebben beszélsz. Na hát akkor, ezek után ki fogja eldönteni azt, hogy ki a te Istened? Nem te, hanem a többiek, akik ismernek téged. És megkérdezett tőlük, hogy szerinted ki az én Istenem? Oké, baj van? Miért kérdezel ilyet? Hát, voltam egy érdekes előadáson, és azt mondták, hogy kérdezzem meg a barátaimat. Kérdezzétek meg a barátaitokat, hogy szerintük ki a te Istened? Mit látnak a te életedben? Ki a te Istened? De mondom nekik azt, hogy régóta ismernek téged, sok mindent láttak a te életedben, amikor jajgattál apukád temetésén, vagy amikor jajgattál a végbélrákod műtéte előtt, vagy amikor nagyon örültél, mert feladatták téged egy jó munkahelyre, vagy amikor nagyon féltél, és erről meséltél, hogy nagyon féltem, amikor elvesztem Egyiptomba a piramisok között. És valamiről meséltél, kérdezd meg tőlük azt, hogy te figyelj, mióta engem ismersz, lehet, hogy ezzel kéne indítani a nosszal, hogy mi a én Istenem szerinted, mert akkor lehet, hogy lebuktatod őket, és nem azt mondják, ami tényleg. Hogy azzal kezd, hogy figyelj, ismersz engem már 10 éve, 15, 20, 30, 45, 62, miről beszéltem eddig a leszenvedésemben? Magamnak. Te figyelj, szerintem arról beszéltem a leszenvedésemben, mikor fölraptál 200.000 forintot a lovira. Figyelj, szerintem akkor beszéltél a legszenvedélyesebben, amikor elmondtad, hogy készülsz az esküvődre. Akkor beszéltél a legszenvedélyesebben, amikor eléptek a lábodra. Jó? Te akkor beszéltél a legszenvedélyesebben, amikor elmondtad, hogy Jézus téged szeret. És ez én annyira érdekes volt, amikor ezt hallottam tőled. 8 éve mondtam, de nem tudom átvalni. Hogy te elmesélted nekem,
hogy voltál valahol, ahol azt mondták neked, hogy Jézus létezett. És veled ott valami történt. És amikor ezt utána nekem elmesélted, hát én ilyen tüzet még nem láttam a te szavadban, soha, se előtte, se utána, se más tekintetében soha. Nem mondanád el még egyszer, hogy nem vinnél el engem oda, ahol te voltál akkor. Na, folytassuk. Mit mondott ez a Jézus Márk szerint a legelső mondata? Betelt az idő, és elközelgett az Isten országa. Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban. Evangéliumban. Evangélium. Örömhír. Ez a leggyakoribb fordítása ennek a szónak magyarra ma. Én eddig ennek a szónak két értelmezésével találkoztam, ami nagyon tetszik. A többivel vagy nem találkoztam, vagy elfelejtettem, mert nem tetszett. Az egyiket Benedek pápa mesélte el a Názáreti Jézus című könyvében, mert azt mondja, hogy az evangélium szót a császárok használták, ez egy hivatalos kifejezés volt arra, hogyha kihirdetnek a birodalomban egy gondolkozást, akkor ezt úgy mondták el a népnek, hogy ez az örömhír. A császár örömhíre. És utána jött az, hogy a ti városotokban 100 embert holnap este keresztre feszítem. Teljesen mindegy, hogy ez a császáron kívül másnak nem volt örömhír, de így volt nevezve egy randalmozás. Vagy a császár örömhíre az, hogy a ti falutokban tovább épül az úthálózat, és szépen el tudtok menni lovon nyugodtan innen Egyiptomból egészen Szombathelyig. Pannonia közepére szinte. Teljesen mindegy, vizet vezetünk be a ti falutokba, hogy ne kelljen kimenni a kúthoz. Vagy elviszük rabszolgának az összes fiatokat, a lányatokat, vagy mindet magerőszakoljuk. Ez a császár örömhíre. Teljesen mindegy, amit a császár mond, az evangélium. Így nevezték. És akkor jönnek az evangélisták, és azt mondják, hogy van egy új úr, nem a császár úr, hanem a Jézus úr, görögül Kyriosz. Korábban a Kyriosz Kájszár, a császár úr. És most van egy Jézus úr, akit az egyik zsidó provinciában, az egyik provinciában zsidó területen néhány évvel ezelőtt kivégeztek, sokan hallottak róla, ő az Úr, és neki van egy örömhíre a számotokra. Így hirdették a történeteket Jézusról. De maga Jézus is használta. Ez az egyik definíciója ennek a szónak, ami nekem tetszik. A másikat nem Benedek pártától hallottam, hanem Andrew Womack-től. Andrew Womack egy neoprotestáns, karizmatikus evangelizátor. Magyarul is hallgathatjátok a tanításokat. Azt mondja Andrew Womack, hogy ő a kutatásai során azt találta, hogy az örömhírt az ókori világirodalomban, nem a császári törvénykezés nyelvében, hanem a világirodalomban, akkor használták ezt a szót, hogy evangélium,
amikor egy hihetetlenül elképesztően jó hírt akar valaki megosztani valaki mással. Nem mondta emlékezetem szerint, hogy Cicero, melyik rétor, vagy drámaíró, vagy nem tudom kicsoda, használta, egy hihetetlenül jó hírt akart magasztani valakivel, és amikor Andrew Womack azt mondta, hogy ez a jó hír, mi lehetne ma, kirobbanó örömmel elmondod a másiknak, hogy nyertem 1 milliárd forintot a lottó. És egyszerűen téged ez teljesen kikészült, ez a hihetetlenül jó hír. Ezt a példát mondtam. Egy hihetetlenül nagy örömhír. Jó. Nézzük tovább. Azt mondja, elmondja Jézus a tanítását, aztán nagy tovább. Lát a tenger mellett halászokat. Két testvérpár, Simon, András, Jakabot, János, akiknek így mondatot mond, jöjjetek utánam, és én emberek halászaival teszlek titeket. Ők azonnal elhagyták hálóikat és követték őt. Úgy tűnik, hogy ez a Jézus, amit itt ide van írva egy fölkiáltójel a mondat végén, ez a Jézus, amit mond, különleges parancsot ad, az elmarad, magtaszik. Van magtaszik. Ez az első olyan, hogy valamit mond Jézus, és valaki magtaszik. Fölkiáltójel parancsot adott, jöjjetek utánam, és én emberek halászaivá teszlek titeket, és követik, ez történik Jakabbal és Jánossal is. Mennek tovább. Micsoda mozgalmas dolog. Mennek tovább. Jézus szombati napon a zsinagógában tanít, álmélkodnak a tanításán, hatalommal beszél. És egyszer csak, teljesen váratlanul, minden előzmény nélkül egy férfi zsinagógában fölkiált. Nem tudunk róla túl sokat. Azt mondja róla már, hogy a tisztátalan lélek hatalmában volt. Ez előtte ezek szerint nem lejött ki, de fölkiáltott, és ezt mondta, mi közünk hozzá, názáreti Jézus, azért jöttél, hogy elveszíts minket? Tudom, ki vagy, az Isten szentje. Jézus hatalommal tanít, és erre reakcióként az egyik emberből megszólal egy démon. Megszólal egy démon. Tehát eddig előkerült ebben a történetben Isten fia, voltak halászok, volt János a pusztában kiáltónak a szava, és most pedig előkerül egy tisztátalan lélek. A görög szava az, hogy daimon, vagy démon. Ezek szerint van egy személy, egy démon, aki valakin keresztül ki tud így beszélni. Hangosan. És még pedig elég különös dolgot mond. Nem azt mondja, hogy Jézus, te jó, hogy jöttél, gyere el hozzám is. Vacsorázzunk egyet, mesélj még Isten szeretetéről. Mesélj még arról a hihetetlenül jó örömhírről. Mondd még el nekem, hogy mibe tartsa a bűnbánatot. Úgy szeretnék megváltozni és megújulni, és nem verni meg az asszony minden nap kétre zöldre. Szeretnék jobban maradni. Nem ezt mondja a démon, hanem azt mondja, mi közünk hozzá. Ha semmi közöm hozzá, azért jött, hogy engem elpusztíts. És Jézus parancsol ennek a démonnak újabb fölkiáltójel, egy parancs. Nem csak embereknek parancsol Jézus, hogy gyertek utánam és utánam ennek. Parancsol ennek a démonnak, aki láthatatlan, tisztátalan, gonosz, nagy ereje van, utálja Jézust, hogy miért, itt még nem tudjuk. Jézus rám parancsol, némulj el és menj ki belőle. Tisztátalan lélekkel össze-vissza rángatta az ember.
Az emberek elcsodálkoztak. Mi ez? Új tanítás hatalommal még a tisztátalan lelketnek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki. Ebből egy kicsit következtethetünk arra, hogy mások is próbáltak már néha parancsolni démonoknak, de azoknak a személyeknek nem engedelmeskedett a démon, és nem ment ki. Mert kihangsúlyozzák azt, hogy parancsol a tisztátalan lelketnek, és azok engedelmeskednek. Ezt így kihangsúlyozzák. Hát én parancsolok neked, hogy na, parancsolom, hogy lebegj. Gyere, 2 méterrel a levegő fölött, lebegjél. Nem engedelmeskedik meg. Pedig eléggé nézok rá, lebegj. És nem lebegj. Jézus előtt mások már próbáltak parancsolni ennek a démonnak. De annak nem engedelmeskedett. És ezt kihangsúlyozzák, hogy ez az új tanító hatalommal tanít, neki engedelmeskednek. És elterjed a híre, Galilea egész vidékén elterjed a híre. Elterjed Jézus híre. Kimennek a zsinagógából rögtön, Jézus elmegy az egyik barátja anyósának a házába, és ott van ez a bizonyos anyós, aki lázasan fekszik, szólnak az érdekében Jézushoz, aki odamegy, megfogja a kezén fogva, és rögtön elhagyja a láz, ezt az asszony. Úgy gondolom, hogy magamból indulok most ki, ha én, aki 38-39 fokos lázban, és azt mondom, hogy ne lázom, mint a kutya a bolhát, abban a korban, amikor még a lázat mérni se tudták, ez nem az a típusú láz volt, amit lerázom, mint kutya a bolhát. Ha Jézusnak szólnak emiatt a láz miatt, és ez az asszony fekszik, amikor egy nagy híres ember jön a házába, hát figyelj, egy nagy híres ember jön a házadba, a miniszterelnök például. Vagy egy 38 fokos lázat, ez ott fogsz benne döbjelni az ágyba? Figyelj, 3 napja 38 fokos lázat van, hidd el, hogy éjjel-nappal süteményt fogsz sütni. Nem? De ha 42 fokos lázat van, és már az intenzívan vagy, és már beszélni se tudsz, és már azt mondták az orvosok, hogy ennek már meszeltek, akkor nem fogsz fölkelni az ágyból, még egy negyed se agyonütni, nem, hogy még sürögni forogni. Tehát az, hogy Jézusnak szólnak emiatt a láz miatt, egy olyan korban, amikor nem volt lázmérő, nem volt orvos, nem volt semmi, ez a láz nagyon valószínű, hogy egy halálos láz volt, amiből ez az asszony magától fölkelni se tudott volna, hanem nem sokára belehalt volna. És Jézus megfogja, és eltűnik egy pillanat alatt a láz. Egy olyan láz, amiben ott belehaltak. Fölkel és rögtön sütik a sütőt. Még nincs vége a napnak, amikor beesteledett. Úgy tűnik, mintha ez az egész történet egy napot akarna összefűzni. Nem? Tehát milyen érdekes, hogy ott vannak ezek a kis félszavak, kis gyémántok, amikor beesteledett, és a nap nem ment. Oda vitték hozzá az összes beteget és a megszállottakat. Az egész város oda gyűlt az ajtóhoz. Tudjátok, mire gondolom? Van a kérdése? Van, aki tudja közület, akkor most miért? Vagy az alkalom után is. Meggyógyított sok különféle bajokban sínlődő beteget, és sok ördögöt űzött ki, de nem hagyta őket szóhoz jutni, mert azok ismerték őt.
Az egész város már oda gyűlik az ajtókhoz. És meggyógyítja őket Jézus. Mindent. 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 Mindent meggyógyította. Mindent. Kiűzte az ördögöket. És valószínűleg az az este sokáig tarthatott, mert nagyon örültek benne. Hát te figyelj, a születésétől fogva béna, néma gyerekkel táncot jár, beszél, elmondja a mesét, amit 20 000-szor meséltél neki, de mindig csak azt mondta rá, hogy... És ez a gyermek újjong a tűz körül, és mesélj a mesét, hogy anyu köszön, hogy mesélted. Meddig tarthatott ez az este? Szerintem további tarna a kettő. És Jézus Krisztus ennek ellenére, hogy hajnal kettőig tartott az este, hajnalban kell. Hajnalban. Kora hajnalban. Elmegy, egy elhagyatott helyre, hogy ott imádkozzon. Hogy ott imádkozzon. Ezek szerint ez, aki Isten, aki az ördögöket űzi, imádkozik. Mit csinál? Írjuk zölddel, nem a démonhoz, de húzunk egy vonalat, démonnak semmi köze ehhez. Imádkozik. Meg tudjuk Jézusról, hogy imádkozik. Önmagához imádkozik? Hát ha ő az Isten fia, nem, hát akkor az apjához, nem? Nem tudjuk itt még, hogy mit imádkozik, csak az, hogy ott imádkozott. És elkezdik Simon és a többiek keresni, kutatni. Miért keresték ennyire? Azért keresték, valószínűleg, mert szerették volna folytatni az előző esti csodálatos gyógyításoknak a sorozatát. Nagyon szerették volna folytatni, mert még tolongtak valószínűleg, már híre van, hogy itt van, és a többi faluból is jöttek oda. Nincs ide írva, hogy ezért, de itt egy háromszavas mondat van, hogy mindenki téged ott keres. Képzeljétek, hogy hajnal kettőkor feküdtek le, vagy nem tudom mikor, fölébredtek, és az volt az első gondolat, hogy itt van még ez a mester a városban? De mindenkinek ez volt a gondolata. És a tanítványai, vagyis itt még tanítványoknak sincsenek nevezve, hanem emberhalászoknak voltak eddig egyszer nevezve. Ezek az emberhalászok utána mennek, és azt mondják, mindenki téged keres, és Jézus egy különös dolgot mond, nem azt mondja, hogy figyeljetek, számoljátok meg hányan voltak, mindenki téged keres. Hanem azt mondja, menjünk máshova. Nem ünnepelteti magát Jézus, egy fél napot se volt ott, nem is sokat aludt, nem is sokat pihent. Nem ünnepelteti magát, majd tovább. Valami sürgeti őt. Eddig még csak ment. Te figyelj, Galileából elment a Jordánhoz. A Jordánból elment a pusztába. A pusztából elment a Galileába. Ott aztán elmegy Kafarnaumba. Én aztán nem tudom, hogy ez már hány kilométer, de akkor még nem volt bicikli, az biztos. Lóramat nem szerettek a zsidók ülni, mert rómaiak, a hódítók ültek lóban. Na tehát, Jézus majd itt jobbra-balra, szeret menni, ezek szerint, írjuk föl, hogy imádkozik, és majd. Imádkozik, majd. Kicsit alszik, eddig még nem van a gyerekkoromban. Gyerekkoromban, amikor néztük a filmeket, tesómmal mindig arra beszélgettünk, hogy ezek a színészek mikor össznek, vagy mikor vannak vécére. Mindig nézzük egy másfél órás filmet, ami olykor 10 évről is szól, és soha nem mentek vécére. Soha még csak nem is öttek egy dekát sem. És eltek rá 10 év. Na jó, még annyi nem telt el, egy nap telt el, de még nem volt szó arról. Nem. De azt látjuk, hogy Jézus azt mondja, menjünk máshova, a szomszédos helységekbe is, a
És egy nagyon fontos dolog, hogy kimondja maga Jézus, hogy ő miért jött, hogy ott is hirdessem az igét, mert azért jöttem. Imádkozik, van? És hirdeti az igét. Hirdeti az igét. Hát ezt is meg kéne magyarázni, hogy mi az, hogy ige. Tehát az ige az egy főnév. Nem? Hirdeti az igét. Az ige Isten szava. És tovább nagy, újra ki van hangsúlyozva, hogy ördögöket űz. Itt ördögnek van nevezve a tisztátlan a lélek, írjuk oda feketejével, hogy a démon az ördög. Kéne legyen a ördög. És tisztátlan a lélek. Így nevezünk ezt a gazfickót. De úgy tűnik, hogy Jézus parancsol neki, nem túl sokat kávézik vele, és elmegy. Akkor odajött hozzá egy leprás, és térdre esve így kérlelt. Térdre esik Jézus előtt valaki. Hoppá! Térdre esni abban a korban csak Isten előtt estett térdre. Nem estett térdre. Az Ószövetségben van egy könyv, az Eszter könyve, ami arról szól, hogy egy zsidó férfi nem térdel le egy pogány király helyettese előtt, nem térdel le, és ezért, hogy nem térdel le, ki akarják írtani az egész zsidó népet. És ezt tudja, ez a Mardókeus nevű ember, és ennek ellenére nem térdel le. Képzeld el, hogy egy cserpenyőben az van, hogy 10 millió magyar lefejezünk. A másik cserpenyőben az van, hogy Attila csak egy picikét, fél percre térdeljön már le Abu al-Bagdadi előtt, az ISIS állam vezetője előtt. Bár mióta kapott egy támadást, azóta valószínűleg maga, de ezt nehezen ismerik be, úgyhogy lehet, hogy még ért. Ő volt az első vezetője ennek a terrori szervezetnek. Aztán most a második, azt hiszem, hogy fizika tanár. A fizika tanárokkal videózat. Ez csak vicc volt. És csak tényleg le. Nekünk hatalmunkban áll ezt a 10 milliót kivégezni. És azt mondja, hogy nem térdelhetek el előtted, mert én csak Isten elé térdelhetek. És akkor a 10 millió ki fogjuk fejezni. Bocsássatok meg 10 millió Petike, Lacika, Ibike, Felike, Noémike, nem térdeltek le. Tudom, hogy nagyon fog nektek fájni, de nem térdeltek le előtte, mert én csak Isten előtt térdeltek. Erről szól az Eszter könyve. Erről is. És ekkor van valaki, aki egy ember előtt letérdel. Embernek látszik. Jézus parancsol a démonoknak, akik azt kiabálják róla, hogy Isten szentje, parancsol, hogy ezt ne mondják tovább. Tehát igaz, hogy itt a Márk evangéliuma elején azt hangzik, hogy Isten fiának kezdete, az Isten evangéliumának, Isten fia evangéliumának kezdete, de a történeton belül még ez nincs leleplet. Olyasmi, mint nézed a kalámbolt, és te nézd a kívülről, de akik a történetben benne vannak, azok még nem tudják, hogy ki a gyilkos. Csak te tudod, aki néz. Nem? Maga gyilkos. Tehát ugyanígy van itt is, hogy hallgatunk egy történetet, de maga az, akit meggyilkoltak, de az már nem veselje. És kívülről hallgatjuk a történetet, de a történeten belül lévő szereplők közül úgy tűnik, nagyon úgy tűnik, hogy csak az ördögök tudják, hogy ki ez a Jézus. Többiek azt gondolják, hogy egy tanító, egy ember. A Galileai Názáretből. Még több nem hangzott el róla. És valaki térdre esik előtte, méghozzá egy leprás. Ha akarod, meg tudsz tisztítani engem.
mondja térdre esve ez a leprás. És Jézus azt mondja, kinyújtja a kezét egy leprásra, megérinti, pedig ezt nem is mondta a leprás, megérinti, nem vagy leprás, csak most eljátszom. És azt mondja, hogy akarom, képzeld, akarom, tisztulj ma, Nem mondta ennyiszor, de nagyon élvezem ezt kimondani. Parancs volt, itt is egy fölkiáltó jel. Kicsoda Jézus Krisztus? Hát már egy harmadik fölkiáltó jel, aki tud parancsolni a leprának, ami egy halálos betegség volt, szép, lassan, elfogyott az ember, mint a hungarocell, aminek így letöredezik a széle. Így néztek ki a leprások. Csúnyábbak voltak, azt mondom. Csúnyábbak voltak, mint a letöredező hungarocell. Én még nem láttam ilyet. Remélem, nem is kell ilyet látni. Maximum tükörbe, ha nem hirdetem, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Mert ez a Jézus Krisztus erősen parancsol. Vigyázz, senkinek se szólj erről. Hanem eredj, mutasd meg magadat a papnak. És az a leprás, aki meggyógyult, híresztelő mindenfelé, nem hallgat Jézusra, engedetlen, az első engedetlenség. Jézus pedig azt mondta neki, hogy ne beszélj róla senki. És ezért ez az első fejezet van így fejeződik be, hogy mivel az engedetlen volt ez a meggyógyult leprás, ezért Jézus nem mehetett be a városba, és a bénákat már kikölve cipelni a pusztába. Akik lehet, hogy útközben belehaltak ebbe a cipelésbe. Úgyhogy ez az engedetlen leprás jó megvalós. Mivel Jézus megérintette a leprást, elterjedt a híre, hogy Jézus is leprás. Ez ám így működik. Ez így működik. Elterjedt a híre, hogy Jézus is leprás. Hát láttuk, hogy megérintette a leprás. És a leprás nem engedelmeskedett Jézusnak. Pedig Jézus szigorúan ráparancsolt, hogy senkinek elmondja. Ez a leprás, amikor meggyógyult, elkövetett egy jó nagy bűnt, elmondta mindenkinek, hogy itt mit lehet. Pedig nem lett volna szabad elmondani. Szerintetek mekkora az esélye annak, hogy én most azt mondom, itt vagytok 23 és fele, elmondjátok, hogy én belekiabáltam a nagycsinak a fülébe. Várjunk már a fülébe. Elmondjátok senkinek. Mekkora az esélye annak, hogy itt 23 és felel, jövő csütörtökig ezt senkinek elmondja. Szerintem nagyon kicsi. Mert akkor a szánk van, mindannyiunknak, mint a kacsának is. Én nem parancsolom azt, hogy a ma estéről ne mondjatok el valamit. Én azt kérem, hogy ha a szíveteket ma este megérintette ez a különös Jézus, aki fölkiáltója, ha ő megérintette ma este a szívedet, de úgy is mondhatnám egyszerűen, ha jól érzed ma este magad, és szeretnéd, hogy jövő héten rajtad kívül még valaki jól érezze magát, akkor hívd el, vagy hozd el. Az jobb, ha elhozott. Szerintem jobb, ha elhozott. Vagy erre rásegítsünk, ezért most akarok egy új dolgot, hiszen ez a Jézus új tanítást hozott, én is akarok egy új dolgot. Aki a szívében eddig még nem fogadta el Jézus Krisztust, mint urat, mint király, mint magváltót, mint igazi császár, mint a miniszterelnök miniszterelnökét, mint a minden hatalom urát, aki eddig még Jézus így nem fogadta el,
hanem valahogy máshogy fogadtad őt a képzeletedben. Elfogadtad őt, mint egy aranyos kisbet Jézus a Betlehem jászolban. Elfogadtad őt valamilyen formában, mint egy vallás alapítót. Van sok vallás, van sok Isten. Számodra eddig még Jézus egy érdekes történelmi személy volt. Vagy a tév vallásodnak egy régen élt különös figurája. Vagy egy igaz, hogy Istennek gondoltad, de azért azt nem szeretnéd, hogy csak úgy össze-vissza parancsolgasson. Egyszer Jézus parancsolni, azt azért nem, hogy ne parancsolja. De ha te most el akarod fogadni azt, hogy Jézus, akiről nap szó volt eddig, aki parancsol, embereknek, láthatatlan gonosz lelketnek. És eddig az életedben még most úgy érzed, hogy te ezt a Jézus nem fogadtad el igazán olyannak, amilyen, hogy ő lehet az én királyom és uram. Hogy ő bármit mondhat nekem, ami teljesen felborítja az életemet, mert a leprás életét azért teljesen felborította, hogy másnaptól gyógyultak. Többen nem vette fel a rokkant nyugdíjat a lepráért. Hát figyelj, a munkaerő piacon találta magát. Eddig a betegségből élt. Most már egészséges lett. Bár akart egészséges lenni, de másnap, a harmadnap, amikor akkor ki tudja, hogy akkor is akart-e még egészséges lenni, vagy visszasírta a leprát. Nem tudjuk. Talán nem. Szóval ez a Jézus, akiről szó volt, itt van most. És szívből remélem és hiszem, hogy el tudtam úgy őt mondani és mutatni, aki ő nyilván nem a teljességében, mert én nem vagyok. Ezt el akartam ma nektek mondani. Ezt is el akartam. Aki úgy érzi a szívében, hogy ez a Jézus Krisztus, még nem uram. És most, ma este szeretnéd, hogy urad vagyok. Most, ma este szeretnéd, hogy a te leprától megszabadítson. Most, ma este szeretnéd, hogy te is járhass vele. Hogy akár kora hajnalban föl kell miatta. De egy szó, mint száz. Azt akarod, hogy Jézus Krisztus legyen egy személyes magváltod és urad, és eddig ez még nem történne, akkor hívlak te, jó? Hogy gyere ki ide előre. És imádkozni fogok, hogy ez a Jézus belépjen a szívedbe. Jó, csak itt állva, lehet még jönni, többen is jöhetnek. Jöjj, Szent Lélek, szállj le rám.
elvenni régi ruhám. Jöjj, Szent Lélek, szállj le rám, reményt hozó fénysugár, vezess életem a szűkös végen, segíts lenni régi ruhán. Jézus Krisztus, hozzád szólok most. Te hirdetted nekünk az örömhírt, és hirdették nekünk a te apostolaid az örömhírt, és azt mondta Benedek pápa, hogy amire a császárok jogtalanul tartottak igényt, az most igazsággá vált Jézusban. Jézus Krisztus, megvallom, hogy te vagy az igazság, az út, az élet, te vagy a megváltó, te vagy a szabadító. Hiszem, Jézus Krisztus, hogy te küldtél most ide engem, hogy hirdessem ki a te drága szent nevedet, hogy hirdessem ki a te szeretetedet, a te irgalmadat, a te gyógyításodat, a te hatalmadat. Jézus Krisztus, te vagy az Úr, te vagy az Úr minden felett. Jézus Krisztus, kérlek téged, hogy ahogy énekeltük, küldd el a szent lelket most. Küldd el a szent lelket. Azoknak a testvéreknek, akik be akarnak téged fogadni az életükbe. Ámen. És akik ti itt elő vagytok, és meghoztátok ezt a döntést most, adjátok át az életeteket Jézus Krisztusnak. Egyszerű és rövid imával én ezt előre vezetem. Mondjátok utána, hogy Názáreti Jézus Krisztus. Názáreti Jézus Krisztus. Itt vagyok előtted. Itt vagyok előtted. Itt vagyok bűnösen. Itt vagyok bűnösen. Itt vagyok félve. Itt vagyok félve. Itt vagyok az én titkos leprámtól terhelve. Itt vagyok az én titkos leprámtól terhelve. És hiszek benned. És hiszek benned. Drága Jézus. Drága Jézus. Lépj be a szívembe. Lépj és könyörülj rajtam. És könyörülj rajtam. Érincs meg engem. Érincs meg engem. Szabadíts meg engem. Szabadíts meg engem. Bocsáss meg nekem. Bocsáss meg engem. Legyél az életem ura és királya. Legyél az életem ura és királya. Köszönöm, hogy meghaltál értem a köröztön. Köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten. Jézus Krisztus. Jézus Krisztus. Föltámadt élő Isten fia. Föltámadt élő Isten fia. Neked adom az életemet. Neked adom az életemet. Magengedem neked. Megengedem neked. Hogy bárhol, bármikor, bármit. Bárhol, bármit. Magtahass velem. Megtehess velem. Csak te, Jézus. Csak te, Jézus. Ámen. Ámen. Áldjon meg pedig mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Áldjon meg pedig mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Áldjon meg pedig mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Áldjon meg tegyedben mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. Áldjon meg tegyedben mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. Áldjon meg tegyedben mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Isten nagyon szeret bennetokat, és nagyon büszke rátok, hogy befogadtátok a fiát a szívetekbe. Folytassátok ővel az utat tovább. Vezetni fog Jézus Krisztus bennetöket. Foglaljátok helyet. Néhány hirdetést
Hallgassatok ma. Hívlak benneteket ilyen programra. Most szombat, 8.29 Pécs. Imádság háza napító. Nyitottak egy dicsőítő imaházat, ahol katolikus és más felekezetből jövő testvérek együtt imádkoznak, és erre a dicsőítő szolgálatra el akarják kötelezni magukat. Az a céljuk, hogy 24 órában az év minden napján legyen a dicsőítés. Egy 7 gyermekes családnak van ennek a vezetője, Flak Ferenc. Hívlak benneteket, hogy gyertek el erre, megtaláljátok az interneten, beírjátok azt, hogy Pécsi imádságháza. Aki szeretne velem jönni, az keresen magában. Első program. Második, Jerikó zarándoklat. Ez augusztus 15-től szeptember 30-ig tart. Esztergomtól Szegedi két irányban két csapat megy. A jelenlegi Magyarország határon körbe imádkozzák az országot, egy nagyon nagy szervezés, tavaly már megtettük ezt. Én háromszor két napon mentem tavaly, idején csak egyszer két napon tudok menni. Ha valaki szeretne velem jönni, akkor most vasárnap este Magyar Gencsapáti környékére, eddig ketten vannak a kocsimban, még van két hely, valaki hétfőn és kedden szeretne jönni, kedd este visszaérünk Szexárdon. Harmadik, az a jövő hét csütörtök este, az 9. hó, vagy eddig az 3. 9. hó 3. előadás, ugyanitt, ugyanekkor, a Márk Evangélium második fejezetével folytatjuk. Hívlak benneteket szeretettel. 4. jövő hét péntek este, 9. hó 4. este 19-től 21-ig a Csopak utca 1-ben gyógyító, karizmatikus imás lesz. Ez az alsó városi missziós ház, aminek a felújítása elkészült. Ha esetleg nem tudunk ott lenni jövő egy péntek este, akkor én azt jövő csütörtök este hirdetni fogom, hogy nem ott lesz, hanem itt a belvárosi plébánia közösségi házában. És egy utolsó két dolog, ez távlati dolog, előre, október 23-21 imádságháza konferencia Budapesten, IH.com, három napos dicsőítés, tanítások, bejutott az internetbe az, hogy imádságháza konferencia Budapest, október 23-21, megtalálod, nagyon jó lesz, gyertek! Szeptember 15-ig a regisztráció 5000 forint, az étkezést és a szállást te magad oldod meg, de segítenek a szervezők is valamilyen szinten. Az utolsó, november 6-8, új élet kurzus, három napos bevezetés a keresztény életbe, rövid, tömör hétvége, itt Szexárdon az alsóvárosi missziós házban. Ez a terve, hogy így lesz, hogy azt a Jóisten tudja. Én ezért fogok szolgálni, hogy Jézus Krisztust adjam és mutassam ma nektek, és mindenkinek, akinek csak lehet. Az alkalom végén, aki szeretne, vihet, vagy adományozhat evangelizációs kiadványokra, amikor hátul az asztalon vannak, korábbi tanítások és egyéb dolgok láthatók ott. Köszönöm szépen a figyelmet, mindenkinek szép estét, jó utat haza, dicsértessék a Jézus Krisztus!